hallgató képviseli a főiskola arcát, amit én egy nagyon jó dolognak tartok, és nagyon fontosnak tartom. És nagyon örülök neki, hogy vannak olyan hallgatók, akik arról szeretnének meggyőzni bennünket, hogy a legjobban ők képviselik ezt a főiskolát. Ugyanis a játék nem babra megy, mert hát valamennyi hangulata és a jövőbeni képe attól függ, hogy ők milyen arcot mutatnak, és ők milyen hívást tesznek a leendő hallgatók felé. Úgyhogy nagyon nagy izgalommal várjuk itt ezt a versenyt. Én kívánom, hogy érezzék jól magukat, és kívánom mindenkinek, hogy aki nevezett, az legyen sikeres az életben, az az egy pedig, aki majd a főiskola arca lesz, az bizony jól képviselje ezt a főiskolát. Nagyon régóta gondolkodtunk már azon, hogy hogyan tudnánk magunkhoz csábítani azokat a hallgatókat, akik mindamellett, hogy jól néznek ki, megfelelően tudják képviselni az intézményt. Nagyon fontos számunkra, hogy a küllem mellett, tehát az arc mellett az adott hallgatónak olyan arculata legyen, amely megfelelő arra, hogy az intézményt képviseljék. Ezt a pályázatot egyébként február első hetében írtuk ki, és azóta vártuk egyébként a pályázókat. Ez a mai gálaest volt az első szűrő, ez az elődöntő volt. Azért mondtuk ezt többször, azért hangsúlyoztuk, hogy egy országos szintű rendezvény lesz, hiszen a május 1-i döntő az majd egy másik szórakozóhelyen kerül megrendezésre, annak a szórakozóhelynek lesz ez a nyitó estéje, ez az FN-nek az utolsó estéje, ez május 1-e lesz, és azért hangsúlyoztuk ki, hogy ez egy országos rendezvény, hiszen az országos médiumokat sikerül lecsábítani erre a rendezvényre, valamint országosan elismert szakmai zsűri fogja értékelni az itt látott pályázókat. Timi, téged kérdezlek, hogy
szerinted miért te vagy a megfelelő arra, hogy az LKF arca legyél? Hát elsősorban szeretem az iskolát, szeretek idejárni, ezért szerintem én lennék a megfelelő arra, hogy népszerűsítsem az iskolát. Krisztitől ezt kérdezem, hogy mit jelent számodra a főiskola? Én is nagyon szeretek idejárni erre a főiskolára, nagyon szeretem a szakomat, magyar szakos vagyok, és úgy összességében mindent megtettek. Zsófitól kérdezem, hogy te miért jelentkeztél kimondottan az LKF-re? Úgy gondolom, hogy nagyon jók az iskolának az a lehetősége, ami a sportot illeti. És mivel sportszervező szakos vagyok, így egyértelmű volt, hogy ezt az iskolát választom. Én úgyhogy megkérdezem a másik képviselőt, hogy akkor, hogy van ez kultúra vagy szórakozás? Hát igen, lehet kulturálisan szórakozni. Például itt a HK-ban is szokott lenni, ugye már többféle zenési stílus. Igen, és mindenkinek sikerül eltalálni a saját igényeit, szerintem. Ez a program is, ami most van, ez is viszonylag kulturálisnak is minősülhet, hiszen például itt látható igényes táncosokat, egy kicsit mi is látunk belőle valamit. Például szalszát táncoltak, meg nem is tudom még mi volt, és ez is egy nagyon jó kulturális program. És itt utána akár fulizni is lehet, hogy nekem nem ezt az oldalt kell megvédeni. Én pont azt akartam mondani, hogy egyébként szalsza az egy nagyon jó bulinak is felfogható dolog. Hogy te miért jelentkeztél pont az LKF-re? Én azért, mert nagyon bátor vagyok, és szeretem magamat mutogatni, meg szeretem a sulit is. A következő 4-1 percet kíváncsiak leszünk. Mike Pistitől kérdezem, hogy mit jelent számodra a főiskola? A főiskola számomra a legszebb diák éveket jelenti, amelyből próbálom minden formában kivenni a részem. Mártonban kérdezem, hogy te miért jelentkeztél az LKF arcok pályázatra? Hát ez egyszerű kérdés. Kiskorom óta sportolok, és ez volt a testhez álló főiskola. Aztán gyerekkorom óta nyaralok Bogácson, ahol testnevelők úszómesterkednek, maximálisan teljesítik a dolgukat, és én tudtam, hogy nekem ide kell jönnöm. Tomi, te miért jelentkeztél a pályázatra? Úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó buli lesz elsősorban. Sok szép lány, jó arcok lesznek, és hát így kb. Ezért, a buli miatt. Gergő, te miért pont az LKF-re jelentkeztél? Azért az LKF-re jelentkeztem, mert az országban Debrecenhez legközelebb csak itt van sportszervezőszak, illetve azért, mert a sportágat, amit űzök, itt tudom Debrecen kívül még űzni. Ádám, miért gondolod, hogy te vagy a legmegfelelőbb erre az első helyre?
én ezt nem gondolom, de remélem, hogy sokan fognak azt gondolni. Fogalmazókészségről, vitakészségről, amelyre majd szükség lesz az LKF arcának választott személynél, és hát azt természetesen, azt ebből nem tudjuk kizárni, hogy egyébként milyen megjelenése. Ebben egy kicsit a lányok előnye voltak. Ezek után, hogy ne húzzam tovább az időt, először is azt szeretném, mielőtt a neveket mondanám, mindig fokozzuk az izgalmat. Azt szeretném kérni, hogy azok, akik tovább jutottak a május 1-i döntőre, EKF döntőre, azok egyrészt majd álljanak föl itt sorban, mert itt kapnak díjakat és tapsokat, elismeréseket. Másrészt ne felejtjék el, hogy még nem ülhetnek a mobiljaikon, mert majd minden május 1-i után fog eldőlni, illetve akkor fog eldőlni. Továbbra is próbáljanak végig gondolni ilyen dolgokat, hogy mivel tudom igazán meggyőzni a jelenszembelevőket arról, hogy igenis az EKF a legjobb döntés, hiszen erről a történet. Egy éven keresztül? Nem kis dolog. És készüljenek föl. Nos, hát akkor mondjuk sorba, jó? Elérkezhetünk. Dani egyfolytában, jöjjönnek ide. Jönnek, ne félj, ide fognak jönni. Az első csoportból Csáhi Tímea, Gál Krisztina, Jakus Sára. Jakus Sára egyébként a közönség szerint is tovább jutott. A közönség szavazat nyertese. Azért ügyesen taktikálnak a fiúk, ők adják a buzit, én mondom az eredményt. Azt mondja, a második csoportból Kaszás Evelin, Kis Renáta, Lombos Csilla, Miglész Enikő. Ezek az elhervadhatatlan szeretett virágai, amiket most kapnak. A harmadik csoportból pedig Pásztor Rita, Sipos Rita és Tóth Boglárka.
minden csinos lánynak gratulálok, és nemes versengést a május elsői döntőben, és képviselje a legjobb főiskolákban. A Mr. LKF-ek közül most akkor következzenek ők, akik a döntőben részt vehetnek, annyi előnyük van, hogy a lánytól kapják a puszit, és nem Sasdanitól. Kovács Ádám, Pike István, Petra Márton, Lesó Tamás és Vasas Ádám. Vasas Ádám közülük a közönségdíjas. Köszönjük szépen, sok sikert mindenki! Hát tulajdonképpen is majdnem mindegyik zsűritag ugyanazokat a szempontokat állította föl. Nagyon fontos volt, hogy milyen a megjelenése, de ugye ez nem szépségversenyről szól. Tehát a megjelenés és a külalak mellett nagyon fontos volt az, hogy ki milyen belülről, mennyire tudott reagálni a kérdésekre. Egyáltalán tudott-e például ugye vitázni, meg hogy vágja ki magát egy-egy adott helyzetből, amikor mondjuk kínos kérdést tesznek föl, vagy véletlenül mond egy olyan dolgot, amit nem akart. Tehát ebből hogy tud kijönni? Tehát tulajdonképpen külső és belső szempontok egyaránt számítottak ebben. Úgy gondolom, hogy láttuk, hogy ki hogy felelt meg. És nagyjából végülis tulajdonképpen ezt tükrözi, az, hogy akik tovább jutottak. Aztán majd azokból meglátjuk, hogy ki az, akit végleg fognak választani. És milyennek találtad a versenyzőket? Én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy ahányan járnak a főiskolára, picit talán kevesen jelentkeztek, de akik jelentkeztek, jó részt én úgy gondolom, megállták a helyüket. És teljesen pozitívnak tartom azt, hogy merték vállalni. Merték vállalni azt, hogy ide kiállnak ennyi ember elé, és arcukat, hangjukat, egyéniségüket adják ki ez az egész megmérettetéshez. És a zsűrimnek mennyire volt könnyű a döntése? Nem mondanám könnyűnek. Tehát voltak nyilván olyanok, akik ugye egyértelműen pozitívak voltak, és nagyon könnyű volt eldönteni, hogy benn maradnak. Inkább azt volt nehéz eldönteni, hogy kik legyenek azok, akik kiessenek. Mert tulajdonképpen mindenkiben találtunk, mind külső, mind belső jegyeket, amiket megtartásra érdemesnek gondoltunk. Sajnos ugye a fiúk közül kettőnek, lányok közül ötnek menni kellett. Aztán én nem irigylem a következő zsűri munkáját, akiknek ugye már 10 emberből egyet, illetve az 5 emberből egyet kell majd kiválasztania. És milyennek találod ezt a mezőnyt, akik tovább jutottak? Elég erős. Elég erős, hogy most milyen szempontból erős, inkább talán belső, de külső is. De talán ami végleg dominálni fog, azok a belső szempontok. Mert tulajdonképpen itt most nem csak az arcukat adják a főiskolához, tehát nem csak az lesz, hogy prospektusokon megjelennek képi formában, hanem igenis nekik ki kell állni. Tehát, hogyha a főiskola küld embereket egy konferenciája bárhova, akkor ők lesznek azok, akik tényleg képviselik, és nem csak arccal, hanem hanggal is. És nekik ki kell állni, beszélni kell, kapcsolatokat kell építeni.